Üdvözlök mindenkit, srácok! Én Martin vagyok, és ebben a videóban belekezdünk a magyar csapat projektbe. Ez úgymond a nulladik rész lesz, ahol hát tulajdonképpen megbeszéljük, hogy hogyan is fog történni ez az egész. Hát én úgy terveztem el, hogy ez ugye a kisakkuntom, és konkrétan ez lesz a csapatom. És akkor videóba fogunk fejlődni, mindig játszunk meccseket, és az eredménytől függően fogjuk fejleszteni a csapatot. Ehhez ugye leginkább a Training XP kell meg hasonlók, de majd mindig akkor fogok új részt felvenni, hogyha gyűjtöttem XP-t vagy ilyesmit. Szóval srácok, láthatátok a csapatot, itt van Gulácsi, Kádár, Orbán, Barát, Sallai, Nagy, Szobosztai, Vécsei, Dobos, Nikolics és Holender. Egyedül a csatár poszton, illetve elem pozíción volt az a probléma, hogy nem nagyon tudtam eldönteni, hogy kit használjak, de elembe Sallait raktam, mert való életben is egy nagyon jó játékosnak bizonyul. Csatárban pedig ott volt ugye a jó öreg Szalai, de én úgy gondoltam, hogy inkább egy Hollandert rakok a helyére, illetve Nikolics lett a másik választás. Ők viszonylag még gyorsabbak is, meg minden, úgyhogy én őket használom most, és őket is fogom. Szóval, srácok, én azt terveztem, hogy hát leginkább ugye head-to-head meccseket fogunk játszani, és nyilván a gólok száma, gólok számától is fog függeni, hogy mennyit fejlesztünk meg hasonlók. Igazából ti is mondhattok ötleteket, hogy milyen szabályokat kéne még beletenni ebbe a projektbe. Én egyelőre csak annyit gondoltam ki, hogy a gólok száma, hogy hány gólt lövünk, annyi fejlesztés, illetve az, hogy nyerünk-e, hogyha megnyerjük a meccset, akkor az is plusz egy fejlesztés. Viszont, hogyha elveszítjük a meccset, akkor az pedig az elérhető fejlesztésekből levon egyet, tehát hogyha mondjuk lövünk 2 gólt, az 2 fejlesztés, de hogyha elveszítjük a meccset, akkor mínusz 1, tehát csak 1 fejlesztést szerzünk. Mínusz fejlesztést azt én nem nagyon tudok alkalmazni, mivel ugye ez a csapat, tehát nem az van, hogy elveszek egy játékost és helyére rakok egy gyengébet, hanem ez a csapat, és ezt fogjuk szépen felfejleszteni 100-as ratingre, meg az is, hát, hogy a boostok is külön ilyen fejlesztést fognak érni, tehát például, hogyha szerzünk egy fejlesztést, akkor nem trénelek egy játékost, hanem fejlesztem a boostjukat. Most ezek az alap boostok már van valakinél 1-es, arról én nem tettek, tehát kellett az XP, és ezért fejlesztettem a boostokat. Ezt most nézzétek el, most valamelyik játékos plusz egy boosttal fog kezdeni, szerintem ennyi belefér. Szóval srácok, hogyha tetszik az ötlet, akkor csapassatok egy lájkot, hogyha szeretnétek követni a sorozatot, iratkozzatok fel. Egyébként lesznek majd rendes player projektek is majd a jövőben, de ahhoz ugye kellene jó játékos is, akivel tudok projektet csinálni, szóval értetek. Na srácok, akkor majd nem tudom mikor, az első pár rész az még bőven lehet a közeljövőben, mert nem kell olyan sok XP meg coin a fejlesztéshez, úgyhogy majd jelentkezem. Na sziasztok!